kérde, hogy egy kicsit álljunk később, akik is egy kicsit adjuk át csapatestvének a szó, a jó munkamegosztás elvén, ugye? És különben is én úgy hiszem, hogy olyan szépeket tud mondani, mindig olyan jó, olyan nagy szeretettel tudjuk hallgatni, hogy hát ajánlom nekünk is mondani valójában figyelni. Ugye úgy van, hogy mondtam, hogy Jézus Krisztus a szülőföld szeretetéről, a érszerinti rokonok iránti szeretetről tett tanúságot a názareti csendes egyszerűletével. De a becsületes munkáról, az való viszonyáról is tanulhatunk. A fiatalok milyen örömmel zenél. Elküldtek az elmúlt éven, tanultak vagy 40 adi verset. Próbáltak dalt írni hozzá, aztán jól összeveztek, közben kibékültek. Alkotás örömmel. Azt gondolom, az ember oda megy annak idején adihoz, azt mondja, kicsi szívem, nem még kívül, hogy azokkal a versek, itt van a segély, nyugodtan üdögél, az életét vettük volna el tőle, nem? Jó dolog alkotni, teremteni, valamit létrehozni, dolgozni. Az embert emberi igazából az alkotás teszi. Az, hogy kimondolsz valamit, tervezel, kínlódsz, verejtélsz, megvalósítod. 15 évvel felhívott a szalontai polgármester, ez a csalatesső rajé kaszálni, lepetődő nap. Kinek hiányzik egy kaszálni? Volt a román katona, az neki elég is volt. Hát ugye tudta, hogy ne egy gyerekekkel foglalkozom, és azt mondja, igen, igen, alkalmas lenne. Hát a biharja arcéli gyerekek számára. El sem akartam menni őszinte legyen. Aztán elmentem, és kiderült, hogy egy ilyen régi húszár laktanya. 5 épület, kiszolgáló épületekkel. Monarchia-beli stílusban 200-300 nézetméteres épületek voltak azok. Sétáltunk az udvaron néhány gyerekkel, támogatóval, tisztel, polgármesterrel. Egy gyerek azt mondja, babácsi, na, milyen szép homokozót lehetne csinálni. Őrbódira mondtam. Álltam, hogy elgondolkoztam, és eszembe jutott, hogy Izaiás proféta pont erről beszél, eljön az az idő, mikor a kardokból ekkelvasat kovácsolnak, mikor a lándzsákba oltók is hoznak létre, és nem fog ember emberre támadni ezen a földön. Ez az épület volt amikor magyar laktanya, aztán 18 után román laktanya lett, aztán megint magyar laktanya lett, aztán megint román katonák vasíroztak benne. De mindig mindenki azt tanult, hogy kell a másikat leigázni, legyőzni, megölni. És itt vagyok én, és nekiállhatok, és ebből a háború fészkéből szeretett otthont csinálhatok. Persze rengeteg teher volt már azokra rajta, déva meg, legalább 15 új ház. Annyira nem hiányzott, de úgy éreztem, hogy egy kihívás, nem? És feladat. És olyan örömmel tudom elmondani, hogy vasárnap ott viséztem, 100 gyerek volt, ott volt a polgármester, egy csomó más ember, együtt imádkoztunk. Mi is voltál a gyerekek ott, ahol valamikor a katonák, tudom, szuronyos puskával rohangáltak, ott elkezdtek focizni, lányok sétáltak, béke királynőjéről elneveztük ezt a hajdani laktát. Olyan jó dolog dolgozni, alkotni, létrehozni valamit. Öröm. Én látom a gyerekek arcán, egy becsületesen megküzdött jegyért, hogy tudnak örvendeni. Én azt hiszem, hogy mernünk kell magunkat, gyermekeinket a becsületes munkára ráhangolni. Ugye olyan sokszor hallottuk már azt, hogy 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, ez a 8 óra munka. Csodálatos szép dolog. Az ember, amikor felmegy a gyerekekkel sízni, olyan meredek a hegy, és lenéz az ember,
le sem mer nézni, olyan kicsik ott lent az emberek, és mégis neki lendülsz az a síléccel. Nem ott a kocsmá előtt, az a lakos területen csúszkálsz, hanem zsúsz neki, és hoppok vannak, és fekete pálya, és minden, de nem adod fel, mert kihívás. Feladat. Én azt gondolom, hogy a Isten egyik legszebb ajándéka a munka. És tudja, hogyha egy gyereket bezárnának egy ilyen kipárnázott szobába, hogy nagy parabola antenna, meg mit tudom én, miféle, egyik cső folyik be a kakaó, másikon a piskóta, akkor a gyerekből valami potolos szörnyeteg lenne, de ember semmiképpen. Nem igaz? A feladat, a kínlódás, a munka az, ami a gyereket hát igazán értékes felnőtté teszi. Úgy tűnik, hogy a mai ember nagyon irtózik a becsületes munkától, az erőfeszítéstől. És akkor állandóan azt mondja, hogy nem éri meg. Képzeljük magunk elő a Szent Családot, világ mindenség urán, hogy kétkezi munkával keresi mindenben a betegő falatát. Hogy esténként megfogják egymás kezét, és hálát adnak a mindennapiért, a mindenható, és elköltik a vacsorájukat. Ezen az úton járt Isten előttünk. Mered-e vállalni a munkádat? Mered-e vállalni a mindennapi feladatodat? Ugye egy becsületes férfi elmegy vadászni, ha nem egy kis lakos békát vadászni, hogy felrakod a trófiának, jól néz ki, nem? Hát mégiscsak egy oroszlán, egy medve, vagy valami nagyon van, izgalmasan. Mered-e magadnak fennebb rakni a létrát? Én azt gondolom, a Kárpát-medencében nagyon sok munka van, de ez nagyon izgalmas kihívás. Igen, szülőföldünkből tündérkertet lehetne készíteni. Ennyi logisztika, szervező erő kell ehhez, fizikai munka. De miért nem ernénk magunk elé valami szépen megállnod és kitűzni? Én azt gondolom, hogy jó szórakozás. Nekem legalábbis egy-egy új gyereket szépen elvezettem, szeretett a jóság útjára. Jó dolog kibékíteni egy családot, talpra állítani. Jó dolog megvigasztani egy gyereket. Jó dolog otthont felépíteni, létrehozni, kitalálni.